Magas sarkú cipőben kellett tolnia autóját Détár Enikőnek szerda hajnalban. A színésznő egy kollégájával, Sztárek Andreával tartott hazafele egy fellépést követően, azonban akadályba ütköztek, ugyanis az autó váratlanul felmondta a szolgálatot. Enikő akkor még nem tudta, mi a baj, utólag derült csak ki, hogy mi volt a gigszer oka. Most már tudom, hogy az ékszíj szakadt el, de akkor természetesen elképzelésem sem volt, mi a baj. Az egyetlen, ami biztosnak látszott, hogy autóval onnan nem megyünk sehova. A híd közepén álltunk meg, ott nem várhattunk, amíg jön a segítség, mesélte a Borsnak a színésznő, akinek senki nem segített, miközben Andreával Pestről Buda irányába tolta a kocsit. A megmentők végül a rendőrök voltak, akik készséggel segítettek Détáréknak, annak ellenére, hogy akkor még nem tudták, hogy kikit húznak ki a bajból. A semmiből érkezett meg egy rendőrautó, és gondolkodás nélkül megállt. Nagyon rendesek voltak, mondta Enikő, aki szerint rengeteget kritizálják a zsarukat, a pozitív élményeket azonban kevesen osztják meg velük kapcsolatban. A hídról leérve már jött is a párom, és percek múlva megérkezett a tréler, tette hozzá a színésznő. Enikő szerencsére megúszta a kalandot komolyabb probléma nélkül, és nagyon hálás a rendőröknek.